Szeretnék minden kedves hallgatót üdvözölni a Szodotik Podcastben. A mai podcastben két új vendégünk is lesz hallható. Galaxina, az Arientala főadminja. Hello! És Joru, a Bleach főadminja. Hello! Valamint VB, akit már réges-rég ismerünk. A mai témánk, vagyis több témánk lesz, méghozzá négy. Az első téma a Holdfénykorról való élmény beszámolót fogjuk meghallgatni, amit VB, Galaxina, valamint Joru fog nekünk bemutatni, hogy elmesélik, hogy érezték magukat, mi történt ott. Második témánk pedig a halott fórumokról való idézőjeles lopás, mennyire engedélyezett, nem engedélyezett. Harmadik témánk a Bleach fórumot fogjuk nektek bemutatni, vagyis Joru fogja bemutatni, és a negyedik szintén egy saját fórum alapú szerepjáték, mégpedig az Arientala világát fogja nekünk bemutatni Galaxina. No, hát, akkor kezdjük így be a holdfénykonos dologgal. Nekem meglepetés volt, amikor olvastam az üzenetet, Facebookon kaptam egy hölgytől. Gondolom, ti is ott kaptátok. Igen. Tekintve, hogy én vendég voltam ott éppen, ezért nem. Ja, jó, igen. Te csak néző, illetve hallgató voltál, hogy néző. Igen. Hát igen. Engem személy szerint meglepett, hogy meghívtak ide minket VIP-be egy ilyen kerekasztali beszélgetésre. Nekem tetszett a kon, tehát szerintem jó volt a kerekasztalhoz is volt közönség, ugyanis egy ilyen, az terem vagy szoba, nem tudom minek lehet nevezni. Tehát ahol voltunk, ott voltak ugye a versenyesek is, tehát volt hallgatóság. Ki mindenki vett részt például, ki mindenki volt meghívva, megmondom, hogy az én fórumom is, a DCFRPG volt, szinte meg volt így hívva, csak sajnos én lebetegedtem, és nem tudtam senkit küldeni helyettem, úgyhogy azért kérdezem, hogy ki mindenki vett ott részt, miről beszélgettetek, hogy zajlott a beszélgetés, és hol tudjuk ezt esetleg megnézni, meghallgatni? Megnézni nem ajánlom, mert olyan, mintha államban kötöztek volna. Tehát ott van kritikán alul, hogy én ott voltam. Tehát ott volt ugye a Bleach. Mi volt a másik mangára épülő FRPG? Valami mágusos. Féritél. Uh-huh. Tehát őt ugye nem tudtuk meghívni, de most ott volt ugye az X-Men Renaissance, tőlük két adminisztrátor is, Nefi, illetve Spider. Z. Illetve, hát Z, igen. Többek, sokan Z-ként ismerik szerintem. Most a legtöbben. Tehát akkor Z, illetve az AVP-val az én személyembe. A beszélgetés az úgy zajlott, hogy, mint mondtam, volt erőszakkal hallgatóság, bőségesen. A rajzosok. Volt, akit érdekelt is. Tessék? Volt, akit érdekelt is, és azért ment oda. Igen. Össze mutatok magamra. Igen, tehát... volt, aki amit szerepelt. Tehát, ahogy érdekelt, hogy a többi fórum is szóval. Eredetileg az összhallgatóság állt azokból, akik szerepelnek, és Galaxinából. Plusz a rajzosok. De azért megfigyeltem, hogy jó párhuzamos is abba hagyta a rajzolást és odafigyelt. Tehát amikor például azt meséltem, hogy az AVP oldalon a tengészgyalogsága lázongott tömegve, konkrétan altatógáz fújt, tehát lealtatógázoztak egy egész várost, azért pár ember felfigyelt, hogy te úristen. A beszélgetés az úgy zajlott, hogy eredetileg lett volna kivetítés, abból annyi valósult meg, hogy ember, predátor és alien fej röntgenkép volt a monitoron végig. Aki meghívott minket, ő ugyebár kérdezett tőlünk, én kezdtem az egész beszélgetést, meg követte az X-Men. Utána a következő körbe jött ugyebár a Bleach. És a félítő. Igen. Akkor én mondom, hogy igazából teljesen másokból voltam ott, bár szintén egyfajta meghívottként. Amiből aztán semmi nem valósult meg úgy abszolút, így meglepetésemre a helyszínen. Úgyhogy így végig látogattam a konnak egy-két eseményét, ami úgy jól hangzott.
kicsit tanultam a cosplayezésről, és úgy megláttam ugye a listában, hogy FRPG. Mondom, ez jól hangzik, úgyhogy mentem, és megnéztem, hogy mi az, hát nem bántam meg. Hát nekem igazából így a felvetéssel volt egy kicsit problémám. Hogy, az jó volt. Hogy ugye felhívott minket az, aki ugye értesített minket e-mailen keresztül is, hogy hát, hát miért nem vagytok a tükrös teremben? Hát jó, hát akkor keressük meg a tükrös termet, és hát pont megtaláltuk. És utána, hát jó, itt teljesen más program folyik. Akkor most mi legyen, most hova megyünk? Hát az egész számomra a legviccesebb az volt, hogy én már kezdés előtt ott voltam, tehát még be lehetett volna menni. Felhívtam ugye be azt a illetékest, aki meghívott minket. Már volt egy 30-40 méteres sor az ajtó előtt. Odaállított a sor legelejével. Az egész sor molgott, hogy ez micsoda. Majd kijött a kék vipkarszalaggal, és besétáltam előttük fél órával a nyitás előtt, és úgy... Szerintem, ha kimentem volna, megvinceltek volna egy kicsit. Utána Nefi próbált többször felhívni. Voltam olyan hülye, hogy nem vettem észre. Aztán végül is megtalált, és úgy mentem a helyszínre, és akkor jött ugye a következő probléma, hogy volt egyszer, ami a neten van időpontok, igen, hogy melyik műsor mikor kezdődik. Volt a kapott prospektuson, és volt a harmadik, ami a valóság volt. Igen, ami igen, eleve átszervezés volt, és késés. Hát igen, egy kicsit eléggé komplikált volt ott a helyzet, pedig úgy direkt hamarabb oda mentem én is, hogy még az előző programban is valamennyire figyelni tudjak. Hát, ahogy én hallottam... És ezekkel ott keveregtünk, tehát én mentem velük a másik teremhez, hogy mondom, ha ők fellépnek, akkor biztos, hogy jó lesz, hogy a közülükben vagyok. Hát az volt a nagy helyzet, hogy ahogy hallottam ott ilyen szervezőktől, hogy ugye ebben van édesnapok, vagy nem tudom milyen más rendezvény volt ott mellette, és az elvont egy csomó helyet, tehát eredetileg akkor sokkal nagyobb helyen lett volna. Uh-huh. Ja, igen, az a csokis rendezvény, igen. Hát ott szerintem nem csak csoki volt. Hát, az volt többségében. Igazából azt kellett volna csinálni, volt ott Jedi lovag, ott volt Szargon, és le kellett volna őket olhadni a szentébe. Lehet, lehet. Elképzelhet, hogy az jó lett volna. Igen. Hát talán legközelebb már nem lesznek ilyen problémák, hogy más rendezvény ott lesz az útban, és akkor úgy jobban elférünk kicsit. Viszont hát ez a szervezéshez, hogy tolódás meg minden, én is járok konokra, és tapasztalatból én is tudom, hogy tényleg próbálkoznak betartani az időpontot, de nagyon gyakran egyszerűen nem lehet. Én ezt igazából nem óvom föl hivaként, mivel nem az, minden rendezvényen van ilyen. Igen. Tehát igazából megmosolyogtató volt, amikor jött egy szervező, és itt nem kéne valaminek lenni, kérdezte az ott lévőktől, de nekünk kéne ott lenni, pedig ott ülünk, és úgy, hát várjuk, mikor kezdünk. Igen, a szervezésről még annyit, hogy egy, de azt már nektek is említettem helyben, hogy szerintem ott lehetett volna kicsit a kérdéseket más módon feltenni, mert lényegében, mivel sok azonos van a fórumokon, mert egy, tehát a lényegében mindegyiknek ugyanaz alapjáraton, ugye, hogy fórumon játszunk, és tényleg ilyenek, ezt mindenki szinte külön-külön vagy elmondta, vagy azt mondta, hogy hát igen, nálunk is úgy van, mint a másiknál. Ez úgy egy kicsit úgy hallgatóságilag olyan furcsa volt. De nem volt elég változatos. Azt azért vegyük figyelembe, hogy FRPG-k eddig csak úgy mondottan az interneten szerepeltek is egymás közt. Tehát, hogy konon direkt volt ilyen FRPG-s kerekasztal, azt szerintem nagyon jó dolog is, nagy előrelépés, és... Ez mindenképpen. A legközelebb itt viszont kicsit úgy... Figyelj, a szervezővel is lehet. Emet témában ez volt a legelső, egész Magyarországon szerintem. Úgyhogy fejlődni fog biztos, és jó, jobb is lesz. Azért vannak a hibák, hogy tanuljunk belőle. Tanuljunk ebből most már, és a következő... Hát kivéve, hogyha sziklamászás közben van, az a hiba is lezuhant, de igen. Ha jó, de az egészen más téma. Jó. Tehát nekem amúgy személy szerint az volt a meglepő, hogy az AVP-val elhívták, és most tudni kell az AVP-val, hogy a FRPG csoportban mindig van egy troll, aki ránk támad, és olyanba köt, blampe nem lehet, de megteszi. Figyelj, de hogyha beleköt, akkor nyilván bele lehet kötni. Figyelj,
olyanba kötött bele, hogy az AVP filmeknek semmi közük nincs az Alien filmekhez. Közben előzmény. Jó. Tehát azt mondja az előzmény filme, hogy annak semmi köze sincs hozzá. Oké. Okay. Tehát csak azzal, hogy én kezdtem az egészet. Az AVP oldal. Tehát úgy így le lehet ülni. De ezt azért mondtam, mert ugye FFPG csoportban is volt erről egy kis beszélgetés, de csak köztünk. Tehát más nem jött hozzá, ami meglepett. Uh-huh. Lehet nem is tudtak róla, és azt se tudták, miről beszélgetünk. Mások a színei volt az, amiről beszéltetek. Igen. Tehát majd a következő konos majd jobban ki lesz hirdetve, úgyhogy ez már jobban fog sikerülni. De szerintem tényleg jó volt ez, előrelépés volt, és én írtam Facebooknak annak, aki meghívott minket, a kon után is meg is köszöntöm a meghívást, úgyhogy... Igen, én is küldtem neki egy e-mailt, nagyon szépen köszönjük, vagy megtiszteltetés volt, stb. De mondjuk választ, nem kaptam rá. Elfoglalt. Ja, hát igen. Jó, tehát lényeg az, hogy én is szerintem is ezúton itt köszönjük még egyszer a meghívást, jó volt. Én jól éreztem magam. Nekem furcsa volt. Mert én még életemben nem voltam konon, és az első is úgy mentem be, hogy ingyen. Én régen voltam konon, az még így az első ilyen anime konok voltak, de azt is úgy, hogy csak King Pippi, ugye a Petőfi Csarnoknál volt, és ugye nem tudtam jegyet venni, és ugye kint nézelődtünk, hogy jaj, mennyi sok szép emberbe öltözve mászkáló hangjál le föl, össze-vissza. Ó, hát igen. Ez volt az első konom. Én is néztem, rengetegen beöltöztek, elég érdekesen. Elég sok Attack on Titanos volt. Az most nagyon menő, teljesen... Elég morbid anime, nem mondom. Igen, ezt itt külföldön is tudom tanúsítani, hogy az Attack on Titans az most nagyon népszerű, és én is nemrég voltam szeptemberben konon, és ott is majdnem minden harmadik, negyedik cosplayes, az pont ebből az animéből volt. De emlékszem... Emlékszem, voltak idők, mikor minden második, harmadik személy Naruto-ból volt, vagy Naruto, vagy Sasuke, vagy Sakura, vagy mit tudom én, hogy milyen személyek, úgyhogy szerintem minden évnek, vagy minden két évnek konokon vannak ilyen témák, amik, vagyis animék, amik annyira népszerűek, hogy minden második, harmadik ember ennek beöltözik, és azt hiszi, hogy hű, de menő, de sajnos beáll a sorba ő is. Én most a sorbokat hiányoltam. Azért Attack on Titanban is azért volt nagyon jól megcsinált. Tehát láttam az animét, ami eddig kijött, és volt, aki nagyon jól megcsinálta a felszerelését. Igen, persze. Tényleg voltak jó. Ez ugye a cosplayertől függ, hogy mennyire áldoz rá, meg ilyesmi. Igen, hogy mennyi pénzt és időt szán rá, mondjuk pénzt, hogyha valaki nagyon kreatív. Hogyha valaki nagyon kreatív, akkor nem is kell sok pénzt áldozni rá. Én például tudom, hogy nálunk nagyon sok nagyon jó cosplayes, nagyon kreatív, és alig-alig szán rá pénzt, mert otthon össze tudja rakni abból, amit otthon talál, és olyan jól néz ki, hogy ki vannak küldve egészen a Londonban az Euro cosplayre, úgyhogy színvonal az van, csak kreatívnak kell lenni. Tőlünk a fórumról is van néhány cosplayes. Ők mi nem hallgattak meg minket? Ők pont cosplay versenyen voltak. Jó, akkor legközelebb, ha lesz FFPG és valami, elfoglaljuk a főszínpadot. Simen. Amúgy én is beöltöztem magamnak. Ki meg engem láttatok, és meg is jegyeztétek, hogy mi van rajtam, úgyhogy... Igen, de tudni kell, mindenki beöltözött Sargonnak, Csubakkának, ilyen Attack on Titanból ilyen 3D manőverzős cuccba lévő embernek minden, és itt van egy magyar népviselet. Igen, tehát egy hallgatók, nem mondom, konkrétan a Lolita stílust ötvöztem a magyar népviseleti motívumokkal, egy olyan blues volt rajtam, ami édesanyának 15 éves korában volt a nagymamám. Úgyhogy családi örökség, de mindenki dicsérte, hogy milyen tök jó lett, és még ezt nem láttam sehol, tehát ilyen saját ötlet, de majd kamatoztatom még. Nekem személy szerint az például tetszett, hogy aki ott volt is beöltözött Csubakkának, az ott elkezdte javítani a büfénél a kávéfőzőt. A maszkot levette, de a kesztyűt rajta hagyta, tehát ilyen buki ujjakkal ott elkezdte ott babálni. De egyébként szerintem az ilyen kezdes lábos lehet. Micsoda? Ilyen kezdes lábos lehet. Tehát még csak lehet, hogy úgy bevenni a kezeit, ami a kesztyűt.
Én el tudom képzelni, hogy hátul, ahogy van a gerinc, akkor annak a mentén van egy ilyen rejtett cipzár, és akkor ugye ott, hogy úgy van az a nagy sok szőr, akkor az úgy nagyon jól el tudja rejteni az ilyesmi. Én megjegyeztem akkor, hogy buki módszer nem lenne jó, rám néz. Ütni, amik egybe van. Igen. Aztán mondta, hogy hát az a baj, hogy nem az övé. Szóval aztán... Sajnos. Hát, figyelj soha, hogy az ilyen jelenetek a legnagyobb élmények minden egyes ilyen kóról. Igen, szóval Konra, ha kimenni, akkor tényleg az ilyen élmények miatt az jó. Szomakodjatok a pónik. Voltak póninak öltözöttek, te új, De ők úgy voltak póninak öltözve, hogy csak szárnyak, meg szorv, meg mit tudom én, tehát ilyen... Hát, meg felfestették a hajukat. De volt olyan, akin konkrétan ilyen kezes lábas pónis cucc volt. Ó, azt nem láttam. Azt én sem láttam, azért Övény neki. Toki lehetett, tényleg. Még valami élmény, tehát így az FFP-gén kívül. Személy szerint érdekel, szerintem néhány hallgatót is, hogy nem mindenki jár így Konra, és akkor szerintetek a leg, hogy is fogalmazom, a leg furcsább cosplay, amit láttatok, az mi volt? Szerintetek, hogy mi volt az a, olyan, amire így ránéztetek, és így, hogy hűha... Nekem a sétáló kakaóban volt a favorit. Volt valaki, aki így egy ilyen fél kakaóbabos jelmezt magára vett, és lefelrohangált mindenkivel fotózkodva a kertben. És az így hát oké, ez neki jelenti. Hát nekem, ami úgy idézésem vicces volt szerintem, Nefinek képei közt ott is van, hogy volt egy nő, aki beöltözött Thornak. Ja, igen, igen. Ja, meg volt két Lokinak öltözött is, volt egy nő, aki Lokinak öltözött is, volt egy, viszont 15 éves srác lehetett, és az volt vicces, amikor Z beszélt az X-menről, hogy például berakták az isteneket. Játszható fajnak, tehát tudjuk az Asgardiakat, és úgy mondta, hogy példának, ugye mint Loki, és akkor mondta, hogy ott van az a Loki gyerek, háttal rajzolt, és így megdelmet, és hátra nézett, neki hátra, tehát ránk nézett, hogy mi van vele. Szegénykét megzavartuk. Na igen, az aranyos volt. Én furcsa jelmezt láttam, nem túlzottan. Mármint, hogy nem maradt meg bennem semmilyen. Általában inkább csak azon szoktam úgy megütközni, hogyha olyan szintű jelmezeket látok, hogy tehát maga a minőség az nem olyan... Én azért elég maximalista vagyok, és hát ugye én mondjuk saját ruhákban szoktam inkább járni, mint cosplay az ilyen konokra. Hát úgy variálom őket, hogy ugye valami jelmeznek nézzen ki. Dolgozok már azon, hogy varjak is egy-két dolgot, és... Tehát van egy olyan kritika bennem, hogy ez nem olyan minőség, amit én bárkinek megmutatnék, és ezért inkább így nem, és ezért nekem nagyon furcsa dolog azt látni, amikor az emberek olyan, tényleg olyan szintű ruhák vannak, hogy úgy nézek egy kicsit, hogy most akkor ez így, hogy gondolta pontosan. Most a Evok meg a Vampacsájra gondolsz? Vagy azok nem rémlenek onnan a sztárvászos salokból? Az most konkrétan nem rémlik. Én alapjáraton arra gondolok, amikor úgy látszik, hogy nem áll rajta se, hogy az az öltözék. Tehát... Tudom, mire gondolsz. Igen. Tehát a úgymondott kinézete, minőség nem olyan, hogy tényleg hasonlít valamit akarna, de... Én viszont... Próbálkozik legalább. Igen. Szerintem az, hogy valaki... Szóval egy több cosplayeres pont szerintem, hogy így kezdi, mert én nagyon sok éve járok ki Konra, úgy Szlovákián is, és itt látom a legjobban azt, hogy tudnak ezek a cosplayesek évről évre egyre jobban tanulni a hibáikból. Szóval múltkor láttam, és néztem képeket, és láttam nagyon szörnyű cosplayeket, olyanokat, hogy azt hittem, hogy... Csak így fogta, és összeadta valahogy a ruhásszekrényéből. Most az ilyen személyek itt annyira az alatt a pár év alatt kidolgozták magukat cosplay terén, hogy egyszerűen a cosplay versenyeket sorra nyerik így több éven keresztül. Szóval 2-3 éve, szóval első helyeket, meg ugye kiküldik őket Londonba az Euro Cosplayre, meg így, úgyhogy
azok, akik cosplayesek, és úgy gondolják, hogy most nem tudtak valami jó cosplayt összehozni, vagy magukra ismertek éppen ebben a podcastben, akkor én azt tudom nekik tanácsolni, hogy ne buslakodjanak, hanem tényleg próbálkozzanak, mert idővel nagyon jól ki lehet dolgozni a cosplayeket, ha az ember próbálgat és tanulgat a hibáiból. Hát nem volt, mondtam, hogy nekem ez volt az első kon, és ilyen szempontból nekem ez a Holdfény által csinált kon tetszett, ugyanis három úgymondott műsor is arról szólt, hogyan tudunk jó cosplayeket csinálni. Elég sok műsor szólt arról, igen. Azt akartam megemlíteni, hogy itt most félreértés elkerülése véget. Nem arról beszélek, amikor tehát valaki még látszik, hogy most kezdte el a cosplayt, és a speciálisabb anyagokkal nem tud dolgozni, hanem amikor úgy süt erről az általa vart ruháról, hogy most azon tanult meg varni egyáltalán, vagy azon kezdte el tanulni a dolgot. Tehát nekem ugye édesanyám rendszeresen vart nekünk ruhákat annak idején, ragadt rám is dolog, és most már én is foglalkozom azzal, hogy varrok. És egy alaptétel egy ilyen helyzetben, hogy azzal kezdjük, hogy lepedőt varrunk, vagy ágyneműt, vagy párnahúzatot, tehát ami csak így egyenesen kell menni. Párnahúzatnak tényleg egyébként, tehát én azzal kezdtem, hogy ezeket a díszsálakat kezdtem el varni, vettem anyagot méretre, szabad csak le kellett szegni, és ennyi. Tehát egy ilyen alapokat először meg kell tanulni ahhoz, hogy egyáltalán ruhát varhasson az ember. Mentségemre legyen bocs, hogy beleszólok, de erről jutott eszembe, hogy én amikor elkezdtem a Harley Quinn-es cosplayemet varni, annak idején fél évig vartam, úgy kezdtem neki, hogy én még a zoknimat se tudtam bevarni, de és mikor először ránéztem, és így néztem, hogy fú, de jó, ilyesmi sikerült, mikor fél év után ránéztem, így néztem, és akkor, hogy hát ez így nem lesz jó, akkor átvartam az egészet, és minden fél évben legalább kétszer átvarrom, kézzel, mert nekem nincs varrógépem, de az, hogy ilyen cosplayeken is szerintem meg lehet kezdeni, mint hogy tanulni a varrást. Például én ezen itt tanultam meg varni, úgyhogy az oknimat se tudtam először konkrétan bevarni. Igen, hát ez inkább ilyen jó tanács azoknak, akik tényleg kezdő cosplayesek, hogy egy lepedőt, vagy tényleg egy párnahúzatot, vagy bármilyen egyszerűt nyugodtan lehet ezeket varogatni, vagy tényleg a sálat, én fogtam magam, és mindenkinek ajándékoztam a sálakat. Tényleg, tehát így a barátnőimnek így sorra vartam ezeket a sálacskákat, valaki tökre tetszett és hordta, és akkor az utolsó sálat már fel is dobtam, ilyen díszszalagot vartam rá, még ilyen extrák. Tehát lépésről lépésre érdemesebb haladni. És akkor mire eljut az ember oda, hogy akkor jó, most varjunk egy ruhadarabot, egy cosplayt, addigra már legalább egyenesen nagyon szépen fog tudni varni, és lesz egy kis érzéke már az alaphoz, hogy lehet elkezdeni egyáltalán a dolgot. De ezt a varrógéphez természetesen, tehát a kézi varrás az egészen más. Jó, én még azt szeretném kérdezni, hogy ugye kicsit eltértünk így a cosplayes témára, ami szerintem nem probléma, de én meg szeretném kérdezni, hogy ugye volt ez a kerekasztalos beszélgetés, és a végén, hogy esetleg mikor már az egész ilyen interjú félének vége volt, hogy akkor esetleg ti, mint fórumadminok, hogy összeültetek beszélgetni esetleg arról, hogy akkor kinek milyen fóruma van, és akkor mióta foglalkozik vele, és így egymás közt ilyen jó tanácsok. Vagy ilyesmi? Jújj! Ne tudjátok meg! Ez egy zátkövi titok az adminok közt. Bizony. Annyit azért elárulok, hogy előjöttek a régi vicces témák, és így az őskorokban kivel mi történt a játéktéren, ugye? És ilyen hasonlók, és jó pofa sztorik, úgyhogy... Több olvas beszélgetés volt, úgyhogy... Nagyon-nagyon jó volt. El. Jókat nevettünk, jót beszélgettünk, úgyhogy imádlak titeket azóta. Tehát most ez így kis érdekes, hogy tehát amit szoktam tapasztalni az FRPG csoportban, hogy mindenki ellen, hát nagyon nem volt ilyen élőbe, tehát nagyon jó volt. Jól össze tudtuk. Igen. Hát én nem szoktam az FRPG csoportban írni. Én szoktam nézni. Én Bébi. Itt szakul, na most mivel veszed? Én már Bébi sem elem. Én azért én is szoktam bele, de... Igen, az néha nagyon vicces, mikor esetleg én Bébének szólok, vagy ő nekem, hogy figyeld már, nézd meg, mi történik a műsorban, és akkor ugye 3-4 emberrel mondjuk a valamelyik 2-3 fórumon is a cseten pont ezt vitatjuk, és akkor még Skype-on 3-en ezt vitatjuk, és akkor jókat szórakozunk rajta.
és amikor véletlenül valamelyik admin törli, akkor így el vagyunk keseredve, hogy hát akkor vége a műsornak, és... A múltkorinak egy részét szikült lemezlenem, ha valakinek el. Ajaj. Hát én múltkor arról olvastam azt a szertégis csoportban, hogy valaki kifakadt, hogy mi értelme van annak, hogy valaki ilyen össze-vissza zagyban évvel regisztrál, hogy mit tudom én, Virág 32, egy olyan fórumra, ahol tisztán látszik, hogy mit tudom én, két részből áll egy név, vagy normális neve van az adott kivitelnek. Hát átírja majd írni, hát könnyögöm, átírja majd később. Vagy megszólulja az adminak, hogyha neki nincs rá lehetősége. Igen. Mert hogy egyelőre gondolom, át szeretnék böngészni azokat a részeket, amiket egyébként csak felhasználóként tudja. Igen, vagy még nincs konkrét karakter ötleten, névre sincs ötlete. Hát én sem tudok így neves állatni, hogy nincs konkrét karakter ötletem. Regisztrálok mindenhova, hogy VB azt jó. Aztán amikor már más is használja ezt a VB-t, az úgy nekem furcsa, de nem. Múltkor olvastam ott egy nagyon érdekes dolgot, hogy a fórumokról való lopás, erről volt egy podcastünk, még régebben volt egy témánk, hogy halott fórumról, amikor tényleg, hogy mit tudom én, valaki rákeres valamilyen témájú fórumra, és akkor látja, hogy az már így be van halva, ilyen egy-két éve, és hogy azokat a dolgokat, leírásokat, hogy szerintetek, hogy mennyire etikus átvinni egy olyan fórumra, ami mondjuk most kezdődik, hogy akkor látja, hogy jó, ez meg van halva, akkor én csinálok egy sajátot ugyanebben a témában, és akkor fogom és átviszem oda például a leírásokat. Vagy esetleg már szerintem annyi legyen benne az emberben, hogyha látja, hogy halott fórum, akkor legalább írnak az egyik adminnak egy e-mailt, hogy hát figyelj, látom, hogy megvan halva a fórumot, hogy akkor vihetem a leírásokat, vagy ilyesmi. Hát itt tudom mondani a saját példámat. Az AVP-nak ugye volt egy egyéves kihagyása, és személy szerint én megtiltottam, hogy felhasználják azokat a leírásokat, amiket a Vajon annak idején használtunk. Megtiltottam, ettől függetlenül felhasználták, hát nem kellett volna. Tehát velünk ugye ez volt, ami ide tartozik, hogyha nem ír vissza, tehát írunk neki, nem ír vissza, a volt játékosokat, a volt összes staff tagot, stb. Felkeressük, de most koncentráljunk csak azt tartva, tehát hogyha felkerestek a volt staffot, és senki nem ír vissza, akkor én szerintem megfontolandó, hogy úgymondottan átvesszük, de lehetően forrást jelöljünk, illetve dolgozzuk át. Tehát azóta lehet, hogy vannak abban a világban újítás, új könyv, képregény, új film, stb. És azt be lehet vonni, akkor úgy egyértelmű, hogy ne az legyen, hogy Ctrl-C, Ctrl-V. Igen, szerintem az is ilyen, az fontos, hogy tényleg, hogyha van lehetőségre, akkor kérdezzük meg, hogy hát ezt fel lehetne vinni esetleg némi módosítással, vagy valami. De hogyha úgy végképp nincs így az e-mailekre, vagy esetleg másfajta üzenetekre választ, akkor tényleg, tehát minden. Én teljes nyugalommal felhasználom mások munkáját. Nincs semmilyen válasz. Ja, hát jó. Igen, és azért itt van ugye két szempont, tehát nektek olyan oldalatok van, ami egy létező világra van alapozva. Igen. Nekem viszont egy teljesen saját, ahol gyakorlatilag, hát én magam dolgoztam ki a világnak a működési rendszerét, mert sok alap át van véve innen-onnan, tehát hogy ötleteket merítettünk a különböző világi dolgokból, meg hát ilyen elméleteket akár, és de most innentől kezdve én úgy vagyok vele, hogyha például az én oldalam holna meg is valaki át akarná venni, én mindenképpen szeretném, hogyha értesítene erről engem, esetleg szólna, hogy ő vállalja a meló nagy részét, meg a felélesztést, meg mindent, de segítsek neki egy kicsit, vagy valami hasonló. Alapjáraton megtiszteltetésnek venném, hogy valaki olyan jónak tartja az én írásaimat és egyéb ilyen dolgokat, hogy ő ezt szeretne csinálni ebből valamit, és hát úgy felcsillana benne megint a remény, hogy na, akkor lehet, hogy mégiscsak összejön. És hát ugye értelemszerűen én is ugyanígy viselkednék ellenkező esetben, csak hát nálunk ez nem áll fenn, mert mi, ugye, mint mondtam, saját írásokra alapozunk mindent, úgyhogy... Igen, hát nálunk igazából, végülis nálunk is rengeteg olyan elem van, úgy magában az oldalban, a történetben, meg mindenben, amit úgy mi magunk találtunk ki. Tehát mi máshonnan nem is igazán tudunk úgymond másolni, tehát ötleteket elvenni. Például megkezdtük nálunk a okol kialakítását,
És ugye már néhány hónapra rá, mikor kipattant az oldal néhány tagjának a fejéül az ötlet, ugye a képregény, tehát az eredeti képregénynek a készítője, a mangaka, az így, hát konkrét, hát nem is a mangaka, hanem a maga az anime kijött egy hasonló témájú moziváltozattal. Tehát így néha így megfordult a fejünkbe, hogy hoppá, lehet, hogy tőlünk veszik az ötleteket. Ezt ugye már Z is mondta az X-Menről, a Conan, hogy... Hogy hát úgy néha úgy elgondolkodtak, hogy úgy ők ott eljátszanak, stb. Aztán kijön egy képregény, hogy ez valahol is, valahonnan ismerős. Igen, hát így magában a sztoriban, így, tehát konkrétan a fő sztoriban így tényleg volt néhány olyan, hogy hát ez tökre hasonló az egyik karakterhez, és mit tudom, és meg a képessége is ugyanolyan. Hát igen, bárcsak az AVP volt másolnák, mert nem lett a Prometheus, az a Csillámszkin hedes ízében. Tehát a Svalki kocsmában láttak olyan lényeket. De... Hát, mert tényleg létezik valami kollektív információ, és mindenki onnan nyújja le a dolgokat. Igen. Tőlem. Tehát én a AVP oldalról tudom, hogy mióta megvan a wiki adatbázisunk, tehát mi wikire költöztettük át, hát volt jó pár AVP és FLP, aki konkrétan Ctrl-C, Ctrl-V tőlünk mindent leszépen, és saját. Valami nem működött egyik se. És inkább tölték a gazdáit. Nekem egyik ismerősömnek volt Dragon Ball-os fóruma, csak az ugye néhány éve meghalt, aztán egy vagy kettő, nem tudom pontosan, és akkor melyik nap fölment így az FRPG-s csoportra, vagy a weboldalra, vagy már nem is tudom honnan, szóval valahonnan rátalált arra, hogy van egy új Dragon Ball-os FRPG, és akkor megnézte, hogy leírásolt, meg hogy néz ki, meg hogy menne játszani, és így nézi, és így írt nekem, hogy te figyelj, hogy tőlem loptak mindent, vagy Ctrl-C, Ctrl-V-vel konkrétan a képek, a leírások, de még az egyes csoportok, mint hogy amik vannak a posztok, meg ahova írodnak a reagok, hogy akkor azoknak is így az apró leírás, az apró betűs leírásokat is Ctrl-C, Ctrl-V, és akkor így kész volt így egy fél óra alatt szerintem az oldal. És akkor az történt, hogy felregisztrált erre az oldalra, mint játékos, és érdeklődött, hogy honnan vannak a leírások, és akkor elkezdte az admin, hogy hát ők ezt így írták, hogy találták a Wikipédián, a Google-on, meg így, és akkor felmentem én is nézni, hogy mi lesz ebből, és akkor ugye kiderült, hogy ugye kérdőre lettek, hogy nem véletlenül erről az oldalról, és akkor így az admin így elkezdte, de hát, hogy úgyis halott az oldal, meg nekik már úgy se kell, és akkor ennek az új oldalnak meg sokkal fontosabb, már hogy most indultak, meg így. És így nagyon érdekesen kezdett kibontakozni az egész, végül szerencsére kompromisszum képes volt mindkét fél, és megegyeztek, hogy akkor, hogy beveszik ezt a személyt, akitől így elvitték az információkat, adminnak fölvették, azzal, hogy akkor ketten vagy hárman, nem is tudom pontosan mennyi admin van ott, szóval fölvették őt is adminnak, hogy akkor ne legyen az, hogy az ő fórumáról lopta Ctrl-C, Ctrl-V-vel. És ezért már úgy föl bennem a kérdés, hogy ez mennyire etikus szerintetek, mert szerintem jó, írok a Halott Fórum adminjának, hogy figyelj, látom, hogy nem működik, vihetjük az infókat, nem vihetjük az infókat, és ha mit tudom, én egy héten belül nem válaszol, akkor megcsinálom az oldalt, és akkor mit tudom, csúszok egy héttel, de annyi baj legyen, és nem így, hogy ebből problémák lesznek, és akkor mit tudom, én az FRPG-s csoportban Facebookon fognak ebből vitázni, mert mit tudom, én is, szóval szerintem... Jó, azt jó olvasni, tehát azt, amikor tud fukavica, jó, kóla, aztán... Jó, persze, csak szerintem sokkal kevesebb vita lehetne ebből, hogyha veszi a fáradtságot az a személy, hogy akkor jó, most írok az adminok, várok egy hétig, ha nem válaszol, akkor viszem a cuccokat, és kész, hát most, na. Gyerekek, lehetne még csinálni? Hogy valahova le kiírni az oldalon, ahol úgy aránylag elérhető, hogy egyébként nem a saját szellemi termék az, ami leírásként szerepel, hanem innen és onnan származik, amennyiben erre rátalálna az admin, vagy valaki ismer, vagy mit tudom én, tehát hogy aki eredetileg írta,
szóljon neki, vagy jelentkezzen, és mit tudom én, nyugodt, szívesen bevesszük akár staffnak, ha szeretné, vagy valami közös megoldást találhatnánk. Tehát, hogy ez legyen akár nyilvánosan, vagy kvázi nyilvánosan kommunikálva, hogy nem ellopni akarom én azt az írást, hanem együttműködni azzal, aki eredetileg írta, csak egyszerűen nem érem el, mert mondjuk az e-mail már régen volt eredetileg. Jó, én sem mondom azt, hogy konkrétan loptak, de nem tudom ezt máshogy idézel sem megnevezni, de szerintem azok, akik, nem tudja, a Dragon Ball-os admin se szerintem rossz szándékkal vitte az információkat, csak szegény úgy gondolta, hogyha már úgy is hallott a fórum, akkor most mit kezdenek a halott fórum az információkkal, akkor ő most megpróbálja föléleszteni, és kész. Szóval lehet, hogy nem rossz szándékkal, csak annyi, hogy egy kis ilyen... Nem írt neki e-mailt, és akkor ebből jött a konfliktus. Vannak egyébként ilyenek az FFPG csoportban, hogy van ez az oldal, ami kicsit halott, és hát szeretnék feléleszteni, mert szerint ez egy tök jó téma. Tehát én láttam azért, hogy vannak, akik megkeresik, vagy próbálják megkeresni az admint ilyen céllal, ugye, hogy felvegyék vele a kapcsolatot, és engedélyt kérjenek, vagy átvegyék tőle a fórumot, vagy hasonló. Ezt tartom a legjobb megoldásnak. Igazából az ilyen 14-15 éveseknek jut ennyire eszébe, hogy hát akkor jó, akkor találtunk egy tök jó oldalt, és akkor lopjuk le a teljes tartalmát. Tehát én nem egy ilyen 14-15 évesre találkoztam, és hát mondtam nekik olyat, hogy jó, hát hogyha nem törlitek most azonnal az oldalt, akkor bejelentelek a fórum szolgáltatónak, és mondjuk elhitte. Mondok jobbat, volt egy élettel, aki tőlünk lopott, aki azt hitte végül, nem tudom honnan vette, hogy a mi oldalunk jogvédett, tehát a tartalmak jogvédettek, és be tudjuk őt pevelni, meg börtönbe csukni, stb. Ezt hitte. Semmiért nem írtam ki sehova. Semmi, de ezt hitte. Hát, Istenem. Hát, az jó volt. Amúgy meg erre a témára, tehát, hogy lehet-e halott oldalról venni, vagy nem. Tehát mondtam, hogy milyenket úgy használták föl, hogy konkrétan megtiltottam. Aztán... De írtad olyan helyre, hogy lássák? Mert például jöhet ilyenkor a kifogás, de hogy ők ezt nem vették észre, hogy te ilyesmit kiírtál. Le van mentve az a bizonyos beszélgetés. Tehát tudni kell, hogy én minden ilyen kis csalfa dolgot mentek. Tehát le van mentve, hogy megtiltottam. De az illetővel már sikerült a dolgokat rendezni. Az egész baz volt a cuki, hogy aztán hogy pár hónap után jöttek már hozzám a játékosok, hogy csináljak már valamit, mert ez így nem jó. Kedves. Ja. Szóval szerintem akkor, hogyha helyettetek is beszélhetek, akkor én ilyen végszónak összefoglalnám, hogy szerintem lehet vinni információkat halott fórumokról, mert szerintem nem rossz szándék, ha megpróbáljuk föléleszteni azzal, hogy akkor most mi megcsináljuk egy másik fórumon. Csak annyi, hogy tényleg próbáljuk felkeresni a fórum valamelyik adminját, vagy staffját, vagy volt játékosát, vagy bárkit, aki esetleg tudna ezzel kapcsolatban valamit mondani, hogy igen vagy nem, mert tényleg ebből alakulnak ki a fölösleges konfliktusok, amiket nem egyszer látunk például az FRPG csoportban, amik tök fölöslegesek, mert nem tart semennyi időben szerintem egy e-mailt megdobni az adminak, és ha egy x időn belül nem válaszol, akkor meg ott fejed ki van írva, hogy honnan vannak a leírások. Mert tényleg nem látok semmi értéket abban, hogy Ctrl-V, vagy Ctrl-C, Ctrl-V-vel van megcsinálva az egész fórum, mert akkor én, mint játékos, nem szeretek ilyen fórumon játszani, például azért, mert akkor nem tudom, hogy az adminak mennyire, hát mennyi saját munka van benne. Szóval szerintem most olyan fórumon játszani, amit csak úgy átvettek valahonnan, és úgy, ahogy van, lekopisztált, már. Ilyenkor én nem tudhatom, mint játékos, hogy ezt mikor fogják megcsinálni az én karakteremmel, amit én találtam ki. Ó, mondok jobbat. Te mindig tudsz mondani jobbat. Figyelj, van egy olyan a VP oldal, aki konkrétan az egyik volt mesélünknek a nevét lopta el, meg ellopták az egyik játékosunk nevét is. De jó, először kinetes lopták az oldalról. Jaj, először lopás. És akkor elküldték másról, és jaj, hát ugye az én jobban, mit tudom. Aztán néztünk, hogy
Igen, azért mondom, hogy ezek a karakterlopások, hogy én egyik ismerősömnek is így csinálták meg, hogy egyik XY fórumon játszott, és akkor véletlen, de tényleg nagyon nagy véletlen volt, és szerencse is, hogy fölment egy fórumon, és azt nézte, hogy milyen játékosok vannak, és megtalálhatott a saját karakterét, de Ctrl-C, Ctrl-V-vel átvéve az egész előtörténet, a jellem, a tulajdon, szóval teljes az egész karakter, Ctrl-C, Ctrl-V, de még a kép és a név is megegyezett. Igen. Van egy ilyen HVP. Ez itt nagyon aranyos volt, mikor mutatta meg, mesélte. Úgyhogy gyerekek, ezt ne csináljuk, mert egy idő után úgyis rájönnek a többiek, vagy fölhívják a figyelmet erre. Túl kicsi a magyar FRPG világ ahhoz, hogy ilyet megengedjünk magunknak, gyerekek, tényleg legyünk kreatívak valamennyire. A VPFRPG-n az volt a vicces, amikor megnyílt a val, tehát jó pár évvel ezelőtt a egy éves kihagyás előtt, akkor bejött egy előtörténet. Tök jó, jól néz ki minden, oké, elfogadtam. Azt jött az előtörténet eredeti tulaja, mert a VPVH és a val közt volt egy kis holtidő, és akkor volt egy ilyen nagyon gyengos kis oldal, ott volt néhány játékos, és ott onnan másolta át egy emberke másnak az előtörténetét. Aztán jött az eredeti gazda, kiderült, aztán az eredeti gazda megújult új valvon is játszott, persze ugyanazzal az előtörténettel, mert miért nem folytathatná azt a karakterét. Jó, ezen is, tehát az el lett fogadva, mert az övé volt. Aztán úgy fél éve, nézem, új előtörténet, találtam, olvasom, ezt már megint ellopták. Tehát a első vagy a második Predator előtörténetet fogta, és ugyanazon az oldalon beadta, mint sajátot. Aztán mondtam, hogy írtam, nagy gyerek, ez most ban, ha szeretné játszani és becsületesen, akkor regisztrálj újra, és majd akkor. Újra regisztrált, és beküldött egy ilyen álmos, ásító smiley-t, és ennyi volt az össz reakciója, és eltűnt. Tehát van egy előtörténet, amit már kétszer loptak legalább. Jó. De figyelj, de akkor, te hallod, de akkor ilyenkor, amikor már egy karaktert lopnak az emberek, de akkor az csak de azt ugyanaz jelenti, az oldalon. De az csak azt jelenti, hogy akkor az a karakter tényleg nagyon jól ki volt találva, mert ennyire tetszetős másoknak, hogy egyszerűen muszáj volt ellopni, vagy kopizni. De ugyanazon az oldalon, ez a legjobb. Úgyhogy az eredeti gazda szerintem egyrészt nagyon büszke lehetett magára, hogy igen, hogy ez az én munkám, és annyira jó, hogy mások lopják, szóval... Hallottam egy olyat, így a lopásról, hogy volt, aki reagot lopott konkrétan, tehát egy copy-paste. Azt hogy lehet reagot lopni? Ez nagyon érdekes. Ez volt az én reakcióm, hogy ez hogyan? Tehát úgy, de egy általános reakciónk volt, így nem is tudom már kiemlített ilyet, hogy volt már ilyen. Furcsa. Azt hogy? Úgyhogy tol vagyok az a kreatív, aki ilyen szempontból mindent el tudott lopni. Ellopok DC-re egy reagot is, de akkor ma a végfél most nagyon ki fog tűnni, hogy az. Most már csak azért is alaposan figyelni fogom a fórumodat, hallod. Köszönöm. Bleach-ről lemásolnának egy reagot, beraknák, mit tudom én, valami fantasy világba, ezt kicsit érdekesen festem. Nálunk nagyon jól mutatna az. Főleg, hogyha a halálisten szó is szerepel benne. Szóval tényleg az, hogy túl kicsi a magyar FRPG világ ahhoz, hogy bármit lehessen kopizni az nélkül, hogy egy X idő után ne jöjjön rá valaki, és ne hívja fel erre a figyelmet az eredeti tulajdonosra. Szóval gyerekek, ne csináljátok, mert nem éri meg tényleg, és akkor ebből jönnek a fölösleges balhék. Még nem vagyok a balhéba, nézni jó. Mondjuk valahol fáj, hogy sokat tol. Tehát amikor a emberek többsége a tolvajt védi, az nekem már nagyon fáj. Te arra konkrét egy esetre gondolsz, amire én hívtam fel múltkor a figyelmet? Igen, azt fogtam, és lementettem, mert ott már az én pofám égett, hogy ellopta, ott van. Mi az, hogy a Wikipédián ott van? Gyerek, az ott saját maga kidolgozta,
rendszerezte, stb. Az nincs a Wikipédián. És még a tolvajt védik. Hát igen. Ott az én pofám éget, hogy Isten, és ilyenek, na, mindegy. De és azt mondja, hogy nem ér annyit. Á, mindegy. Illetve nem mindegy, de hát ez van.